A faluban már csak kevesen élnek, akik még ebbe a kis kápolnába jártak szentmisére. Molnár Márton 1934-ben született, épp a kápolnával szembeni házban. Olyan 6-7 éves voltam, mikor itt voltam a misén, és a kapunak a jobb oldalán álltam, mint kisgyerek. Seres Gizella részben még arra is emlékszik, hogy kik miséztek ebben a kápolnában. Horgoson volt plébános, az kigyűjt ide. Még Királyhalmáró is, a Szűcs Mártó lelkész, az is kigyűjt, az minket tanított itt arra. A horgosi Nagy Rózsa férje a kápolnát építtető Nagy Antal dédunokája. Amikor a kápolna tönkre ment, Rózsa két oltárképet vitt haza magával, hogy megőrizze azokat az enyészettől. Vasárnap délután visszahozta őket, és a képek méltó helyükre kerültek. Úgy gondoltam, hogy ez a megfelelő idő, hogy visszahozzam a helyére is. Úgyhogy nem úgy vittem el, hogy végleg, hanem ott van. Meg volt őrizve ez egész nálunk volt a falon. A kápolna felújítást Nagy Antal egyik ükunokája, Adamov Judit kezdeményezte. Nagyon sok nehézséget kellett leküzdenie, de a rokonság és a szomszédság összefogása sikerre vitte elképzeléseit. Az utóbbi 15 évben senki még csak ki sem nyitotta a kápolna ajtaját. A kertje rendezetlen volt neki, hatalmas nagy vadonnőtt fák voltak a kertjében az épület mellett, és aztán úgy döntöttünk itt egy páran, a soron összefogással, hogy eljövünk és kitakarítjuk a kertet. És eljöttünk, és mikor benéztünk az ajtón, akkor láttuk, hogy itt sokkal nagyobb a baj. És akkor fogtunk hozzá, és hát így jutottunk el lassan eddig a helyzetig, ami most ma van. A kápolna átadásán a megjelentek közösen énekeltek és imádkoztak, meghallgatták a kápolna történetét, megtekintették annak szépen felújított belterét, majd Horgosra mentek, ahol a helyi katolikus temetőben virágot helyeztek Nagy Antal és családja sírhelyére.